A hibátlan mérleggel érkező fővárosiak ellen már pályára lépett a sok sérülés miatt segíteni visszatérő Takács Anna, Simoncsik Petra és Pál Vivien is. A rutinos játékosokat felvonultató vendégek kezdtek jobban, az első két negyedet egyaránt 9 ponttal nyerte a TFS-e. A harmadik 10 perc 8 ponttal lett a budapestieké, a záró negyedben pedig csak kozmetikázni tudott az eredményen az NKS, amely így harmadik vereségét szenvedte el a bajnokságban. Erősebbek voltak, sokkal rutinosabbak voltak, tehát mi kis vékony, dongájú lánykáink azért nagyon, nagyon nehezen tudták azt a rengeteg elzárást megoldani. Tehát ugye itt azért menni kellett volna az emberekkel, de ha elváltottuk, akkor is a ütközéseknek megrelni. Tehát a centerek azok igencsak jól fogtak pozíciót, kinti emberek jól dobtak, tehát Isten igazából, tehát most mindegy volt, hogy mire helyeztünk nagyobb hangsúlyt, tehát próbáltuk a védekezésbe is váltani, tehát emberfogásból próbáltunk zónavédekezést, tehát megnéztük a 2-1-2-t, megnéztük a 3-2-t, Isten igazából minden egyes zónánál, vagy emberfogásnál mindig volt egy olyan üres hézag, amit nem tudtunk megoldani, tehát amiben a pontot kaptunk. A nyíregyházi kosársuli vasárnap a Vasas Akadémia otthonában lép pályára. Abba kell okosnak lenni, hogy megpróbáljuk abban a szituációban, amikor nálunk van a labdában, akkor lassítani, és a fölösleges eladott labdákat kerülni, és akkor játszhatunk egy jó mérkőzést. Ugye, és ott is attól függ egyébként, hogy melyik társaság fog bejönni játszani. Tehát hány játékos fognak az A-ból visszajátszatni, de valószínűsíthető, hogy több játékost is, mert mi próbáltuk szombatra kérni a mérkőzést, de közölték, hogy nem, mert ugye szombaton más mérkőzés van, és vasárnap fogunk tudni csak játszani, tehát ugye ebből gyanítható, hogy az A-ból több játékos is le fognak játszatni. Na most itt ugyanez a cél, hogy azokat a dolgokat, amik nekünk a későbbi mérkőzésekre szükségesek, azokat gyakoroljuk, megpróbáljuk ebből a lehető legtöbbet kihozni, minél kevesebb eladott labdával játszunk, és a lehető legkevesebbet pontot kapjuk majd. Az amatőr NB1 tabelláját a Csata DS-e vezeti, megelőzve az egyaránt 100%-os TFS-ét és Eltebe a Cújbudát. A nyíregyházi kosársuli egy győzelemmel és 3 vereséggel a 10. helyen várja a folytatást.